Köszöntöm a Hír Háttér nézőit, Önök a Moson-Magyaróvári Városi Televízió beszélgetős műsorát látják itt a híradó után. Vendégem pedig Kopáti Tamás Márton, önkormányzati képviselő, a Jobbik Moson-Magyaróvári Alapszervezetének a vezetője. Tiszteletre köszöntöm én is, kedves nézőket! És akkor beszélgessünk az elmúlt heti testületi ülésről. Hát a legfontosabb téma az, hiszen minden ilyen testületi üléskor, amikor van téma, témán van, az a költségvetés. Moson-Magyaróvárnak van költségvetése, 11 igen, 1 nem és 3 tartózkodással fogadta el a képviselőtestület. Nem kell hozzá nagy matematika valószínűleg, hogy kik szavaztak igennel, és a többihez se. Milyen ez a költségvetés, mi az ön véleménye képviselő úrnak erről a 2013-as költségvetésről? Hát kezdjük azzal, hogy a tartózkodás nem én nyomtam, tehát én nemmel szavaztam. Nagyon egyszerű oka van. Gyakorlatilag egy 470 millió forintot kellett eltüntetni az első olvasat után, de ennek a 470 milliónak igazán egy része jött úgy át gyakorlatilag, hogy én hozzátettem egy-két ötletet, hogy miből lehetne lefaragni a kiadási oldalon. Ezek átütemezése bizonyos pályázatoknak, bizonyos terveknek. Igazán nem is azok lettek átütemezve, amire én gondoltam, de történt ilyen lépés. Viszont van egy 100 milliós tétel, amit semmiképp sem tudtam elfogadni, hisz csak is azt látom, hogy a papír mindent elbír. Tehát azt beírni, hogy adóbevételekbe egy 100 millió pluszot, én ezt nagyon-nagyon morbidnak találom, és tényleg vicces. Természetesen hangsúlyozom, a papír mindent elbír, ezzel lehet mutatni, viszont a valóság nem ezt fogja mutatni. Tehát azt, hogy 55 millió építményadó pluszot betervezni, ez 80 ezer, tehát a mai hatályos szabályaink szerint 700 forint az építményadó négyzetméterenkénti adóztatása éves szinten. Na most ez, bár egy egyszerű matematikával kiszámolható, ez 80 ezer négyzetméter. Hát 80 ezer négyzetméter hihetetlen nagy szám, és hogyha eddig mondjuk ezt nem szedte be a város, hát akkor kérem a felelősöket, hogy kik ezért a felelősök. Ez a 700 forint per négyzetméter, ez milyen ingatlanokra vonatkozik? Ez üzleti ingatlanokra vonatkozó, tehát a 700 forint, ez egy áraküzemek, különböző üzlethelyiségeknek az adója, 400 forint a garázsadó, hát nem tudom, nem hiszem, hogy mondjuk a 400 forintos garázsadóban, tehát garázs lenne annyival több Moson-Magyaróváron. Itt, amiről szó van, amit aztán utólag mondtak el gyakorlatilag a testület ülésen, ez anyagban nem szerepelt egyébként sehol sem, hogy az egészségügyi centrumok, amik létesültek, itt a fogászatokra és egyébre gondolok, tehát ezt tervezték be, hisz a törvény most már lehetőséget ad, hogy ők eddig nem voltak adóztathatóak, most viszont már az építményadó rájuk is kivethető, tehát itt keletkezik egy bizonyos plusz, na de 80 ezer négyzetméter az abszolút nem. Itt is 700 forint érvényes rá? Itt is 700 forint érvényes természetesen. Hát azért mondjuk, ha körbenézünk Moson-Magyaróváron, elég sok fogászat van például, tehát akikről azért lehet tisztességesen bevételt szerezni, illetve azt mondták, hogy megerősítik az adócsoportot is. Tehát az adott csoportnak az erejét plusz embereket vesznek föl, ezáltal hatékonyabbá akarják tenni, hiszen ideig nagyjából önbevallás volt, március 15-ig, ugye a határidő, illetve az azt követő hétfő. Hogyha valaki persze bejelenti, hogy neki van garázsa, ezt mondjuk bejelentette, vagy ugye sokan mostanában kiadják az ingatlanjukat, tehát ugye arra is fizetni kell, hogyha nem saját maga lakik benne, azt hiszem így szól ugye a helyi rendelet, tehát hogyha nem saját tulajdonú ingatlanban lakik, vagy nem ő lakik a saját tulajdonú ingatlanban, akkor, akik saját, vagy hát rokon, tulajdonú, tehát, így van, hiszem, ugye, hát akkor ő kiadja, üzleti célra adja ki gyakorlatilag, hát, üzleti cél, igen, hát, albérletben szolgáltatást nyújt. Nem csak üzleti, úgy értem, hogy persze az üzleti cél, csak hogy nem kifejezetten csak üzletre kell gondolni, tehát nem szolgáltatás. Tehát például albérletnek kiadja, és hát azért, ha körbenézünk a városban, akkor azt is látjuk, hogy elég sokan adják ki ezt, tehát nem lakás, nem saját lakás célra használják, tehát azért itt is van egy pár természetesen bevétel, és azért ezt is elfelejtjük bevallani. Biztos, már nekem nincs ilyen ingatlanom. Én amit valósnak tartok egy ilyen felderítés során, egy 10-20 ezer négyzetméter közötti számokat elfogadhatónak tartanám, a 80 ezer
ezer négyzetméter nagyon-nagyon magas szám. Tehát azért lássuk be, hogy mondjuk egy 11-néhány ezer négyzetméter egy Tesco áruház. Hát nézzük már meg, hogy az mekkora hatalmas területen fekszik, és ennek körülbelül akkor a hétszereséről beszélünk. Tehát azért valótlanságokat nem szabad leírni. Ez csak az ingatlanadó bevételre vonatkozik, vagy egyéb ez csak is az építményadóra az 55 millió, illetve 45 millió egy különböző adókból beszedett, itt a telekadóra gondolok, illetve az iparüzési adót is feljebb lett tervezve egy 15-20 millióval. Tehát az, mint a tavaly is, hogy nincsenek még a teljes 2012. évi adatok egyelőre, csak a első háromnegyed évvel, és ott azért időarányosan egész jól bejöttek a tavalyi tervezések is. Iparüzési adóban talán nem is szállnék annyira vitába. Én itt a telekadó és az építményadóban szállnék, pontosan azért, mert amit ők mondanak, tehát a kormányzó többség, a városvezetés, hogy ezeket az adókat be lehet, tehát a kint lévőségeket is be lehet hajtani. Hát nem tudom, tehát a valóságban kell élni. A valóság az nem ez. A valóság az az, hogy a behajtás egyre jobban nehezebb. Lehetnek itt különböző ötletek, de a behajtást kisebb emberektől talán meg lehet tenni, de itt nem kisebb emberekről van szó, itt nagyobb cégekről, ott sokkal nehezebb ezeket a tételeket behajtani. Tehát ebben mindenképpen vitába szállnék, és nem is tudom elfogadni. Azt mondják, hogy nem tudtak róla, tehát most azt erősítenék meg, hogy ellenőrizzék, hogy valóban annyi van-e bevallva, mint amennyiről tudomásuk van, amennyit a földhivatali tulajdonlapok stb. Mutatnak be, illetve hát azt ellenőrizni, hogy például valóban az lakik-e ott, aki be van jelentve, vagy ki van-e adva üzleti célra. Hát erre mondtam a bizottságülésen, hogy én... Hát ott nem voltunk ott elnézést. Igen, én egy kitartást kívánok ez a munkához, sok sikert. Teljesen valótlan, hogy ezt sikerül véghez vinni. A másik hozzászólása az volt, hogy nem ért egyet a vagyonvesztéssel. Mire gondolt, amikor ezt hozzászólásában a költségvetésben ezt felvetette? Így van, tehát statisztikát is vezetek erről, hogy a szocialista városvezetés hány ingatlant adott el. A tavalyi évben majdnem sikerült a csúcsot beállítani, 3 ingatlan eladással alul maradtunk, még a Stipkovics éránál. Ez darabszámra vagy értékre vonatkozik? Darabszámra. Tehát mondjuk értékesebb ingatlanokat adtak el annak idején. Mondjuk egy szociális bérlakás, ami mondjuk egy darab van, ha azt eladják, egy nagyon komfortfokozat nélküli bérlakás, az mondjuk egy az egyben megy mondjuk egy medencével rendelkező ingatlannal, vagy hogy? Teljesen vegyes ez a, tehát ha a képet így le akarom vetíteni, az akkorit, mondjuk a 90-es évek végét, amikor mondjuk ez a statisztikai legmagasabb ingatlan eladás történt, hasonlóan vegyes az eladás mennyisége, illetve a minősége, hogy így mondjam, gyakorlatilag bérlakások, ilyen-olyan 50 négyzetméteres vagy annál nagyobb bérlakások, illetve különböző nagyobb ingatlanok, amiket egyébként a tavalyi évben sikerült eladni, lásd csak mondjuk a parkban lévő ingatlant, hogyha veszem, és nem valós annak kijelentése, hogy igenis ezek ingatlan eladások után vásárol a város megfelelő mennyiségű más ingatlant. Nem igaz. Nem igaz. Nem vásárolta az önkormányzat, Abszolút nem áll arányba a kettő. A Movin Parknál lévők az gyakorlatilag újra hasznosítva van, tehát most a Movin Parkban van egy terület, jelen pillanatban sincs kihasználva teljesen még. Reményeink szerint azért én is ezt remélem. Én is ezt remélem, természetesen. Az inkubátorház környéke, amit ugye tavaly előtt adtak át valamikor ilyen október-november környékén, azóta mellette már egyre több ennek nagyon üzemcsarnok épül. Én annak nem örültem annak idején sem, hogy egy szocialista városvezetés alatt meg volt fogva a város, nem fejlődhetett. Ipari park nem létesült, ami a legfontosabb, tehát nézzük meg a többi várost, ami mondjuk a nyugati régióba lévő városokat. De a környékén lévő települések. Kimentek ide az árak, kimentek ide ezek az üzemek, hiszen az akkori városvezetés nem engedte őket, bizonyos lobby helyi köröknek a behatása miatt ezért történhetett ez. Természetesen ezt maximálisan támogatjuk, hisz egy iparüzési adóval van egy városnak a legtöbb bevétele, és ahogy most nézzük és látjuk, hogy mit vesz el az állam, gyakorlatilag csak ebből tud gazdálkodni 60%-ot az adósságból. 60%-ot az adósságból, azért ezt vizsgáljuk meg egy kicsit, ha már itt tartunk, azért ez a 60%. Tegyük azért egy súlycsoportba, helyezzük bele ezt a mérlegnek két nyelve van. Az egyik a következő. Mit vesz el, és mit vesz el éves szinten, és ez több éves kihatású,
gyakorlatilag 1,1 milliárdot vesz el az állam. Ehhez képest ugye 2,2-t visz most, de senki ne lepődjön meg azon, és én felhívtam a polgármester figyelmét is. Nagyon jól tudjuk, a Jobbik frakció az országgyűlésbe, tudjuk a kint a beszélgetések során a parlamentben mi hogyan zajlódik, természetesen az állam nem a rövid távút fogja vinni. Tehát a városnak azért ez egy nagyon-nagyon húzós lesz az idei év, abból is, hogy az állam nagyon-nagyon csak a töredékét fogja vinni a rövid távú, a rövid lejáratú hitelnek. A hosszú távú hitelt viszi. Hát ez az érdeke. Benne van az a hosszú távú hitel benne van, de a hosszú távú hitel természetesen kell adósságot, csak nem mindegy, hogy mondjuk egy hosszú távú hitelnél, hogyha egy ember felvesz mondjuk egy 10 milliós hitelt, és neki ezt 20 év alatt kell letörlesztenie, nagyon jól tudjuk, hogy havonta nem annyit fizet, mint hogyha egy 5 éves vagy egy 3 éves lejáratú hitelbe venné fel ezt a 10 milliót. Hát állítsuk már arányba a kettőt. Az állam ezért viszi a hosszabb távú hitelt törlesztést, mert ő neki egy kevesebb pénzébe fog kerülni. Viszont azt is nézzük meg, hogy egyes önkormányzatodó, és az önkormányzatiságot, ha beleértjük, 2010 óta az állam folyamatosan vesz el forráskivonást. Kivonja a forrásokat, és ez most csúcsosodott ki, így 60%-nál tartunk, elvitt a 60%-át mondjuk a gépjárműadónak. Ezek súlyos összeg, ez 170 millió forint itt a városban. Hát a gépjárműadót ezt részben azért szedik be, hogy az utakat fejleszték. Nem csak a városi utakat, hanem mondjuk a szigetközi utat, amire támférne. Igen, az autópályadíjat is, meg egyebet hát is. Hát igen, meg az üzemanyagban van beépítve, mondjuk az üzemanyagnak a fele majdnem ezt az adót viszi el. Akkor kérdezem én, miért nem épülnek utak? Akkor miért nincs rendben a városnak az utálózata? Tehát ez a pénz ez nem oda megy el, valljuk be őszintén, meg amikor mondjuk egy olyan, nem ezt a kormány terheli természetesen a felelősség, volt Gyurcsány kormányt, amikor viaduktot építünk egy síkságon. Nonsense. Tehát ami az országban folyik, azt nem is tudom minősíteni. Akkor még térjünk vissza egy kicsit. Azt mondják, vagy azt mondta az imént, hogy az önkormányzatiság sérül. Hát ha megnézzük a főösszeget, az 6.956.936.000, tehát közel 7 milliárd forint. A kötelezően ellátandó feladatok 4,2 milliárdot tesznek ki, és van még nekünk egy önként vállalt feladatok, ez 2,6 milliárd forint. Tehát azért ez egy jelentős része, egy harmada, sőt több mint egy harmada a költségvetésnek, amit az önként vállalt feladatokra tud az önkormányzat fordítani. Tehát az önkormányzat vállalt feladatai. Igen, természetesen. És ettől önkormányzat maradhat. Tehát most az, hogy a tűzoltóságnak mondjuk átmegy mondjuk a pedagógusoknak a bérezése, az, hogy keresztül fut a költségvetésen, az önkormányzati feladat, hogy kapok egy kalappénzt, ezt a kalappénzt úgy, ahogy van, azt egyből tovább is adom, mert ahhoz én nem nyúlhatok igazából hozzá. Maximum fizetek annyit, hogy amíg az utalásokat, ugye az utalásokat is terheli. Még banki költség, tehát hogy most közvetlenül kapják meg, vagy akkor mi nekünk még azt el kell utalni a GESZ, ez a GESZ átutalja, és akkor kétszer utalunk, nem tudom hány 100 millió forintot havonta, annak, hogyha megnézzük a százalékos részét, akkor megint fizetünk, ahogy önök szokták mondani, a bankoknak. Igen. Valamilyen szinten lehet egyetérteni ezzel. Én igazán nem ezt a részét fognám meg, hanem azt a részét fognám meg, hogy az önkormányzatiság milyen szinten kerül leépítésre. Ezt tisztán kell látni, azokat a forráskivonásokat, és most nézzük meg, ha már itt tartunk az oktatás. Az oktatásnál igen, a tanárok fizetését elvitték. Egy iskolánkat mondjuk átvettek, egy alapítvány ugye, de hát az állam, egy államnak az alapítvány. Krévenzberg-Kuno alapítvány ugye vitte az MTA-t. Ezt az egyet vitte el működésileg is. Amúgy a működési költségek mind a város terhelik. Azért ez egy bizonyos ellehetetlenítése az önkormányzatiságnak, és hadd ne beszéljünk arról az áldatlan állapotról, amit a járási hivatal létrehozása hozott. Nézzük meg, menjünk be, vegyük fel kamerára, hogyha kérhetem mondjuk a városi tévét, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak ott, ami mondjuk annó volt, ugye az nem lett felvéve, de lehet, hogy valamilyen felvételen megvan, hogy milyen kényelmesen elhelyezkedtek az irodában lévők, és azért nézzük meg az igazgatási osztályt, oda rengeteg ember megy be, panaszosan egyéb. Most egymás mellett összetolódva ott vannak a különböző szociális ügyek, a lakásügyek és egyebek, és egymást kiabálják túl, ugye a járási hivatalban? Bizonyos emberek, akik bemennek és elkalálnak. Ez nem a járási hivatal, ez a város. Ez a városé. A járási hivatal azért sokkal kényelmes, sokkal nagyobb teret kapott. Tehát ki egy polgármesteri hivatal vagy ügyfélszolgálati pontot, ahol lehet menni. Hát így is fel lehet fogni. Hogy viselkedik én nem az ember mondjuk fel. Arról az önkormányzat, tehát hogy oda mennek be. Nem, én nem így fogom fel, én úgy fogom fel, hogy talán ahhoz hasonlítanám a csinovnyikokhoz, annak idején ugye a szovjet
államba, amikor betömörítettünk mindenkit az irodába, és egymás mellett ültek az emberek. Hát ezt teljesen ehhez tudom hasonlítani, ez a dolog már egyszer megbukott. Nem tudom egyébként ilyeneket még kell mondjuk visszahozni. Hát ezt könyvekből lehet olvasni. Volt itt egy azért beszámoló is, azért térjünk egy kicsit rá többi témára is. Kisduna Polgárőr Egyesület. Igen. Elindult a polgárőrség egy év önkéntesek toborzásával, bár azért szigorú komoly feltételeket mondta is az elnökük, Barna Viktor, hogy feltételekkel szabják azt, hogy ki lehet polgárőr, tehát nem lehet akárki, az utcáról csak úgy nem lehet bemenni, ráadásul 3 hónap, azért ez egy jó ötlet, nem, hogy 3 hónapig legalább azt mondják, hogy akkor nézzük csak meg, hogy mit végzel. Igen, hát úgy érzem, hogy talán a polgárőr egyesületek, nem akarok egyébként senkit megbántani, de látjuk, hogy nem működtek a városunkban, alakultak egyébként, tehát tudomásunk volt róla előzőleg is. Egyszerűen én ahhoz tudnám kötni, hogy vagy belefáradtak az emberek, bár igazán nem is jelentek meg, tehát olyan súllyal nem tudtak megjelenni, mint mondjuk most a Kisduna Polgárőr Egyesület, hanem valahogy ez nagyon elveszett náluk, és ahhoz tudnám talán legjobban kötni ez a 3 hónapos próbaidő, tehát olyan emberek kerültek be ebbe a vérkeringésbe, akik nem odavalók voltak. És ezáltal, akik jó hiszeműek voltak, jó érzésűek, ők sajnos alul maradtak ezekkel szembe, ezért lett vége ezeknek a polgári egyesületeknek. Hát most a Kisduna Polgári Egyesületre annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag Varna Viktorral én vettem fel a kapcsolatot. Én tényleg nagyon-nagyon tökéletesnek találtam erre, pontosan ezért, mert ő következetesen betartja azt, hogy ez a próbaidő, ne kerüljenek be olyan személyek, ha bekerül, akkor mielőbb távolítsuk el, és tényleg egy komoly csapat legyen. És hát hála Istennek sikerült is a papírozás, papírmunkát és egyebet elindítani ezt az egyesületet. Én természetesen, mivel politikamentesnek kell lenni egy egyesületnek, én nem is óhajtottam ebbe belefolyni. Az indulásnál viszont azért döntő szerepet töltöttem be. A változott a törvény is egyébként az elmúlt 21 éve, igen, másfél éve, tehát a polgárőrök tevékenységét elég jobban, sokkal jobban meghatározzák, hogy mi is a feladatuk és mik a lehetőségeik, illetve hát egy együttműködést kellett kötniük. Tehát azért itt változtak a feltételek, talán ez is segített, nem gondolja, hogy a körülmények és az együttműködés tisztábbá vált? Hát én azért ezt annyit tudnék mondani, hogy eddig sem volt különösebb joguk a polgárőröknek. Ez a törvény azért inkább arra volt kihegyezve, Pintér úr arra találta ki, hogy a gárdistákat el lehetetleníteni. Tehát ha már itt szóba került a polgári egyesületek, ez teljes mértékben arra ment ki, polgári egyesületek és ezeknek a de törvénye. De ez egy tisztább viszony van most, tehát ezt hát mint hogyha a kapitány is megerősíteni. Az, hogy hát igen, de nekik a polgárőr egyesületeknek a rendőrséggel, a helyi rendőr, vagy az illetékes rendőrkapitánysággal kell előtte is működni, most is újra kell, tehát tisztázni kell, megvannak a feladatok. És hát mondjuk például azért az augusztus 20-án azért a rendőröknek nagy segítség volt, hogy itt életet a 3 napos rendezvénysorozat közben, hogy segítettek a... És itt együttműködés is volt azért, nem csak a helyi polgárőrök, akik akkor indultak, hanem jöttek és segítettek egymásnak. Tehát azért ez valahogy a közbiztonságunkat növelheti, nem? Hát azt tehát az, mondjam, hogy együtt tudunk működni egymással, és azért talán mondjam, ez hogy a fontos a 21. században. Így van, tehát én belefolytam a polgárőrség törvényébe, és amit hát durván egy éve, másfél éve, igen, durván másfél éve hozott meg az országgyűlés, azért azt tisztán kell látni, hogy igazán lényegi változtatás nem történt. A lényegi változtatás miben történt? Abban történt, hogy lesz egy országos egyenruha, ami mindenkire vonatkozik kötelezően, tehát ezzel kihúzták azt, hogy valaki esetleg olyan fekete egyenruhába vagy egyébbe jelenjen meg, amit ő maga vagy a tagság, tehát mi történt? A demokrácia sérült szerintem, hisz egy egységes formaruhát írtak elő. De legalább aki ránéz, az tudja, hogy polgárőr akárhol van az országban. Hát nem fel... a másik oldalról, mert mindenki bármit fölhúzhat, sőt, még akár rendőrnek is nézheti. Így is fel lehet, de hogy hangsúlyozom, lényegi kérdésben nem történt változás. Akkor is kellett a rendőrséggel és az önkormányzattal egy együttműködés, a törvény ezen nem változtatott. Azon viszont, hogy könnyítse esetleg kényszerítő eszköz használatát, engedélyezze a polgárőröknek, ez nem történt meg. Tehát gyakorlatilag enyhítés nem történt, szigorítás irányába ment el, hogy ez ki hogy fogja fel, ez tényleg egyéni. Én úgy fogom fel, hogy ez tipikusan a magyar gárda
teljes ellehetetlenítése miatt történt. Lakás ellenőrzési munkacsoport beszámolóját is megtárgyalta a testület. Ugye ez is egy folyamatosan előkerülő téma, hiszen az önkormányzat tulajdonáról van szó, hogy vagyonvesztés legyen. Így van. Oda kell figyelni. Milyen változik egyáltalán a hozzáállás? Ahhoz, hogy most az elmúlt években rendszeresen ellenőrzik, azt hiszem évente 4 alkalommal ellenőrzik. Abszett. Megpróbáljuk havonta a ellenőrzést. Hát nem mindenhol gondolom havonta, nem minden lakásban mennek havonta. Nem. De azért mondom, hogy tehát azért viszonylag sűrűn kerül rá arra, hogy ez javítja a megbecsülését ezeknek az ingatlanoknak, hiszen itt is azért nehéz körülmények vannak, sokszor akár félkomfortos, tehát nem mindegyik épület olyan, meg sokszor a maga a tégla is, tehát maga az épület akár könnyenben válhat dohossá, az ennek sok mindent nem tudnak tenni, mondjuk egy szellőztetéssel persze természetesen, de sokszor azért azt hallottuk, hogy leélik, vagy nem is tudom, hogy lehet, tehát kevésbé tartják, nem is hogy karban, mert nem biztos, hogy az ő feladatuk, de a magát a megőrzését annak, hogy ez megmaradjon. Változott az elmúlt években ez? Hát oda nyúlnék egy kicsit vissza, hogy 2009-ben hozták létre a lakásellenőrzési csoportot, majd egy alkalommal ténykedett, és utána jöttek a választások, gyakorlatilag megszűnt. Na most én megtaláltam ezt az anyagot, hogy létezik egy ilyen, és kértem azt, hogy mindenképpen újítsuk fel, és más, természetesen azok az emberek már, akik abban szerepeltek, ők már nem tudták. Tehát hivatali dolgozók igen, de hát képviselők nem. Na most így alakítottuk ki, illetve alakult ki 2011-ben már aztán a lakásellenőrzési csoport is indult el, gyakorlatilag 2011 olyan nyara, illetve ősze körül, és azóta ténykedik. Mint képviselő én egyedül vagyok benn, hát valószínűleg nem akar nagyon konfrontálódni senki sem, mind a kormányzó oldalon, mind a másik oldalról bizonyos elemekkel. Én felvállaltam ezt, és a Jobbik mindig is felvállalja, hiszen rendet kell tenni ebbe az országba. Na most, hogy mi változott? Én úgy érzem, hogy igenis, valamelyest változott egyébként a helyzet. Hogy mitől látom ezt? Attól látom, hogyha folyamatos ellenőrzés van valahol, azért maga a környezetükben rendet raknak. Igazán a lakásokban és a lakásban gyakorlatilag bent laknak, körül szoktunk nézni, vannak olyanok, ahol áldatlan állapotok vannak, természetesen itt is sikerült azért eredményeket elérni. Összességében azt kell mondanom, hogy ha folyamatos ellenőrzés van, akkor igenis van értelme ennek, és kell is csinálni. Képviselő, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat a műsorban. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm meg. Ne menjenek messzire, és hamarosan jelentkezünk Napról Napra című heti hír összefoglalónk ismétlésével. Viszontlátásra!